Sziasztok! Most következő előadásunk a nemrégiben elhunyt Toria Akiráról fog szólni, ugye 68 éves korában elhunyt. Ugye ő volt a Dragon Ball szerzője, és a mai ismert shonen műfaj egyik komolyabb megalapozója. A karaktereit nem egy generáció ismeri és szereti, a szélesebb életművét mégis alig-alig ismeri a publikum. Ezek nyomába is eredünk, hát a nem csak a sárkány gömbökkel sikerül megtalálnunk. Az előadást tartja Lehocki Péter Ritz. Fogadjátok nagy szeretettel! Sziasztok! Mint ahogy ugye előzetesbe be lett mondva, Toriyama 68 éves korában idén március 1-én elhunyt. 8-án jelentették be a halálát, addig egy hetet hagytak a családnak gyászolni. Viszont legtöbbünk Dragon Ball véget ismeri. Valójában ennél kicsit azért többet alkotott, és egy kicsit komplexebb is karakter volt. A gyerekkorát ugye végigrajzolta, leginkább a húga véget, akinek nagyon szórakoztató jellegű rajzokat készített elsősorban, illetve az általános iskolában egyszer az osztálytársának a bátyja annak a manga kollekciójára csodálkozott rá, illetve még a szomszédban a tévé. Ezek ilyen nagy hatással voltak rá, hasonlóan a Disneynek a 101 kiskutyájához. Így gyakorlatilag adott volt, hogy rengeteg állatot rajzolt, és rengeteg járművet. Aztán bekerült a középiskolába, magával ragadták a kaiju filmek, a tokusatsu, az akkori szuperhősös sorozatok, úgy, mint a Super Sentai, a kezdeti Ultraman. Ezek akkor indultak körülbelül pont franchise tekintetébe, illetve csak a főiskolán tér vissza a kreatív rajzoláshoz. Majd mikor elvégzi azt, akkor 3 évig Niigatában egy reklámügynökségnél dolgozik, posztereket rajzol, felhívásokat, de elunja azt a rutin munkát, mert a saját bevallása szerint nem egy reggeli alkat. De a kezdete munkásságának úgy, hogy ő maga amúgy nem tanul manga rajzolást, manga készítést. 78-ban, debütál a Wonder Island munkájával. Ez abban a gyűjtőkötetben található, az Akira Toriyama's World, Manga World. És a Kodansha pályázatán ezt visszadobják. Nem azért, mert annyira rossz, hanem azért, mert nem egy eredeti munkát küldött be, hanem egy Star Wars paródiát. Ennek felbújdulására azért a szerkesztő azt mondja, hogy azért csinálj még valamit, elkészíti a második részt. Elkészít még 2 címet, ezt a 2 rövidet, a Today's Highlight Islandet, illetve a Tomato the Gatsigamshoot. Inkább az angolt választottam címnek, mert a japán egy kicsit nyelvtörős. Viszont a kezdeti bukdácsolások, ezek mind nem voltak olyan nagy sikeresek. A kezdeti bukdácsolásokban ez egy nagyon jó tanulópénz. Főleg úgy, hogy amúgy azt tervezte, hogy a Wonder Island, ha befut, akkor ő fölmarkolja a pénzt, aztán ott hagyja a mangaipart. Nem csinál többet. Ehhez képest 1980-ban megcsinálja az első nagy áttörését, Japánon belül a Dr. Slumpot. Ez 4 éven át fut, mint manga. Eredetileg fél évet gondolt neki, hogy addig tart az egész történet. A habókos és pervers doktorbácsival, illetve a kislánnyal középett, aki egy robotlány, amilyen butácska olyan erős. Ez a történet 4 éven át tart, mindössze azért, mert azt mondta a szerkesztő, hogy oké, befejezheted fél év után, de akkor egy teljesen új sorozattal kell érkezned. Később, 81-ben ebből anime is készül, amivel utána 18 éven keresztül dominálja a szerda este 7 órás műsorblokkot. Ebben benne van a Dr. Slump, utána átveszi a Dragon Ball, a Dragon Ball Z, a GT, illetve a Dr. Slumpnak egy újraadaptációja,
99-ben ér véget a Toriyama blokk, konkrétan a Fuji TV-n. Utána 82-ben megismeri a feleségét, illetve feleségül veszi. 83-ban megalakítja a Bird stúdiót, ami a nevéből származik, a Toriyama, vagyis Madárhegyből, így lesz a Bird stúdió. Majd 84-ben a Slumpot befejezi, és rúg még egyet a sikerén, mert elkészül a Dragon Ball. 84-ben indul a manga, 86-ban az anime. Ez a Nyugati utazás című klasszikus kínai regényen alapszik. Kicsit benne vannak a wuxia filmek, illetve japán folklore, sci-fi, amit akarunk. Az igazi őrültség az itt topzódik el, ugyanis több mint 40 országba kijut. Ez gyakorlatilag meghozza a Toriyamának a világszintű sikert. Több film, videójáték is készül hozzá, illetve tegye föl ki az, aki látta a 2009-es live action-t. Szerencsétlen lelkek. És azt tudtátok, hogy volt belőle egy kínai változat? 89-ben The Magic Begins címmel. Az sem jobb. Ugyanannyi köze volt hozzá, és hát a live actionnél Toriyama hiába adott tanácsokat a történethez, Hollywood süket füleket játszott, és így végül, amikor kijött a film, megnézte, azt nyilatkozta, hát ez túlzottan sok köze nem volt a művemnek. Persze Dragon Ball azon kívül leginkább a spanyol alkú országokban volt nagy sikere. Olyannyira, hogy mikor gyakorlatilag elhunyt, egy olyan kis piszlicsári ország Közép-Amerikába, mint El Salvador, annak a miniszterelnöke is konkrétan a gyász részvétét fejezte ki a család felé. Dragon Ball után kétfelé ágazik a karrierje. Az egyik a kisebb művek irányába, például a 2000-es Sandland, amiből tavaly érkezett egy videójáték és egy film, idén jött sorozat, amiből az első 8 rész kb. A filmet adaptálja újra. Illetve a Gogo Akman, illetve a Cashman, utóbbi kettőt a Dragon Hall Plus fan stúdiója konkrétan megcsinálta a magyar szinkronnal. Gyakorlatilag a Gyerünk Ankman és a Cashman a Showherhős címmel egész jó szinkronokat kapott, szóval érdemes kipróbálni, meghallgatni. Illetve egy másik rövidebb munkát tettem ki, ez a Kajika. Ezen kívül még volt bőven, például a Nekomachin, vagy a Ginga Patrol Judo, ami mind a kettő, illetve sok más egyéb, ilyen Dragon Ball spin-offként is értelmezhető, hiszen a Dragon Ballnak a karakterei is szerepelnek benne. A másik ág, az már viszont a játék dizájnok. Ez már egy kicsit ismerősebb lehet mindenkinek, főleg a Dragon's Quest, amivel szintén készült több anime, egyszer a 90-es években, illetve nem olyan régen, 2020-ban indult egy másik sorozat. A 2006-os Blue Dragon, illetve annak a folytatásai 2008 és 2009-ben. A Chrono Trigger 95-ben. Végül pedig egy kevésbé ismert PlayStation 1 és PlayStation 2-es játék, a Tobal első és második része. Ezeknél mind ő volt a eredeti karakterdesigner, a Dragon's Quest-nél, illetve a Chrono Trigger-nél az világot is ő maga alkotta. Ezen kívül rengeteg más játékhoz asszisztált, például a saját műveinek a játékverziójához, ahol éppenséggel új karaktereket kellett alkotni, akkor például Android 21-et, az például megrajzolta hozzá az egyik játékhoz. Illetve 12-ben készült egy
Gyro Zetter nevű játék, ami Neil a szintén az egyik karaktert ő tervezte, illetve 2021-ben már nem karaktert tervezett a Fantasianra, hanem egy diorámát. Konkrétan egy egész pályának a látványtervét. Azt ő maga alkotta. Ezen kívül rengeteg reklámot készített, dizájnokat, különféle környezetvédelmi felhívásokat. 2005-ben elektromos autót tervezett a CQ Motorsnak, ebből a modellből konkrétan 9 darab készült, úgyhogy el lehet képzelni, milyen ára van. Valamint 2009-ben Hamasaki Ayuminak megjelenik a Rule című single CD-je, ott is a lemeznek a dizájnját azt ő tervezi. Majd 12-ben tér vissza a Dragon Ballhoz, először egy ilyen összecsődítős kis melléktörténettel, majd utána szépen fűzi tovább az egészet, hogy visszatér akkor Dermesztő, jönnek be az új szereplők, mint Beerus, majd utána jön a Super. Ősszel érkezik majd a Dragon Ball Daima, ami megint csak egy ilyen mellékág lesz várhatóan, még annak a munkálataiban vett részt még a halála előtt. Viszont az, hogy mennyire visszahúzódó ember, azt mi sem taglalja jobban, hogy igazából 90-ben elvonul a nyilvánosság elől. Ennek két oka van. Egyszer a család, mert 87-ben megszületik a fia, 90-ben pedig a lánya. Másik pedig az, hogy ő maga jobban szereti inkább a háttérben dolgozgatni. Ezért megalkotja Robotoriumát, a saját kicsi avatárját, ilyen robotot. És mindig őt szerepelteti, hogyha neki kéne valamiről nyilatkoznia. Aztán végül is nagyon gyorsval már tényleg lezárva. Ezt a kockát azért hagytam üresen, teljesen végére, mert nem tudtam mit kitalálni arra, hogy így most a halála kapcsán, úgy bármit. Úgyhogy egy művésztől egy művészi búcsú, mi marad utána? A halálát egyébként szubdurális hematóma okozza, vagyis koponyaűri vérömleny. Ez a koponya csont és az agyfelszín közötti beálló vértömegnek a nyomása. Olyanokat ihletett meg, mint Oda Eiichiro, a One Piece-nek az alkotója, Tait Kubo, a Bleach, Kishimoto Masashi, a Naruto, vagy a Boku no Hero Akadémiának a szerzője, Horikoshi Kohei, Togami Yoshihiro, a Hunter x Hunternek, illetve a Yu Yu Hakusho-nak a alkotója, de például akivel együtt dolgozott, Hori Yuji, a Dragon's Quest és a Chrono Trigger játékoknak az egyik fő alkotója. Ezen kívül a japán kabinet főtitkára, Hayashi Yoshimasa, őket úgy váltogatják egyébként, mint a más az alsógatyáját, úgyhogy ezért kellett írni a nevét. A rajongók a Bandai főhadiszállása előtt álló Goku szobornál konkrétan gyászszertartást tartottak, illetve a franciáknál Emmanuel Macron, illetve Gabriel Attal, a miniszterelnök, illetve a köztársasági elnökük, mindenketten megosztottak egy közös emléket Toriyamával, Macron például egy közös fotót az alkotóval. Ezen kívül Kína, és mint már említettem, El Salvadornak a miniszterelnöke, és egyaránt nyilvános nyilvánítást küldött a család felé. De érdekességként, ha már szóba hoztuk a 2009-es Dragon Ball-t, akkor Justin Chadwick, aki játszotta Gokut a 2009-es live actionben, még ő is egy nyilvános búcsút intézett a Twitteren. Toriyamáról bővebben nagyon nehéz beszélni. Főként az elvonultsága, leginkább a munkáiról lehetne bővebben beszélni, de a nagy részét vagy ismeritek, vagy jobb, ha megismeritek.
mert kevés olyan van, ami képes volt ötvözni a kalandot, a humort, a színtiszta, vegytiszta szórakozással. Úgyhogy zárszónak én azt mondom, hogy aki teheti, próbálja ki például a Dragon's Quest-et, meg a Chrono Trigger-t, és például nézze meg a kevésbé ismertebb műveit, mint a mostani Sandland, vagy a Dr. Slump. És akkor úgy kívánok hozzá igazából jó szórakozást, mert máshogy egy művésztől nem lehet érdemben búcsúzni.